Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és egy igazán csodálatos napot kívánok! Hát elérkezett ez a nap is, egy új hónap, egy új évszak. Tudom, hogy nagyon sokan vártátok, aminek én rendkívül módon örülök. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a programmal kapcsolatban, úgyhogy szerintem elég sokan fogunk nekiállni, így együtt, közösen, aminek szerintem óriási ereje van. Viszont tapasztalatból tudom, hogy azok, akik együtt elindulnak, azoknak kb. a 10%-a fogja végigcsinálni ezt a programot. Lesznek, akik menet közben megunják, feladják, vagy egész egyszerűen nincs kedvük, nincs idejük, energiájuk ezt csinálni. Ezzel sincs egyébként semmi probléma. Mindenki csinálhatja a saját ritmusában. Pont ezért döntöttem úgy, többen azt kértétek, hogy heti kettő videónál, hanganyagnál több ne legyen. Én ezt abszolút reálisnak gondolom, úgyhogy valószínűleg nem fogunk karácsonyra végezni vele. De nem is az a cél, hogy egyben gyorsan ledaráljuk, hanem hogy tényleg részletesen feldolgozzuk ezeket a témákat, adjunk időt magunknak a gyógyulásra. Lesznek olyan feladatok, amiket elképzelhet, hogy többször elvégzel, majd mert úgy érzed, hogy szükség van rá, lesznek olyanok, amik nehezebbek lesznek, és lesznek olyanok, amik egész könnyedén mennek majd. Hogyha feliratkozol a csatornámra, és rányomsz a kis csengőre, akkor e-mailen fogsz mindig értesítést kapni, hogyha felkerül egy új videó. Többen kérdeztétek ugye a könyvrendelést, azt mindig minden videó alá be fogom tenni a videónak a leírásába. Jó, ott találtok egy linket, és ott van a könyv rendelésnek a menete. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a programot a könyv nélkül is végig lehet csinálni, de sokan vizuális típusok vagyunk, én is imádom egyébként a könyveket, így fizikai formában, tehát a könyv egy kicsit megkönnyíti esetleg a programot, lehet bele jegyzetelni, de anélkül is nyugodtan végezhető. Jelenleg más könyvem nem kapható, de csak a 60 napos karmoldó és az örök naptár. Az örök naptár egyébként gyönyörű, és egy nagyon jó ajándék lehet bárkinek, hogyha nincs az embernek ötlete, nagyon jó karácsony ajándék, születésnapra, névnapra. Idézetek vannak benne, az írásaimból kiragadva, gyönyörű képekkel illusztrálva, én nagyon-nagyon szeretem. Én amúgy is imádom az örök naptárakat. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy legyetek majd velem egy kicsit türelmesek, mert már most is nagyon sok kérdés meg kérés érkezett, és nekem ugye a hétköznapokban egyszerűen nincs mindig időm és energiám ezekre válaszolni. Van, hogy meg se tudom nézni, vagy el tudom olvasni őket. Most pont egy ilyen nagy, olyan időszakban vagyok, amikor nagyon-nagyon sok a dolgom. El fogom olvasni a kérdéseket, amit majd feltesztek a videó alatt. Nem mindegyikre fogok írásban válaszolni, hanem lehet, hogy majd a következő videóban megválaszolom hogy mindenki hallja, mert elképzelhető, hogy más számára is hasznos lehet az a válasz. És arra szeretnélek benneteket kérni, hogy személyes kérdéseket ne tegyetek fel nekem, így az életetekkel kapcsolatban, e-mailben sem, mert azokra egészen biztosan nem lesz energiám válaszolni. Van még egy jó hírem, most szeptemberben már több, meditációs videó is fel fog kerülni ide a YouTube-ra. Őszre elég sok meglepetéssel készülök, bízom benne, hogy azokat is szeretni fogjátok. Kérdeztétek többen az oldásokat, tehát a mély meditációs oldások, azok soha nem fognak ide felkerülni, ennek több oka van, majd később fogok erről beszélni, hogyha valaki mély meditációs oldásokat szeretne, az a Patreonon, az egy előfizetős oldal, amire lehet regisztrálni. Ez egy ilyen havi előfizetés. Ennek a linkjét is megtaláljátok a leírásban. Ezek a meditációs oldások, ezek ott találhatók. Minden hónapban cserélődnek. Minden hónapban kb. 6-7 féle meditáció van, amit egész hónapban lehet használni. Ide Youtube-ra ezek a könnyedebb meditációk kerülnek fel, de jó hír, hogy most több új is lesz. És akkor kezdjünk bele a kis programunkba. Az első napnak azt a címet adtam, hogy én idő. Az a tapasztalatom, hogy ezzel azért sokan hadilában állnak. És hogy elmondtam az elején, hogy azok közül, akik elkezdik, kb. a 10%-a fogja tényleg becsületesen az összes feladatot végigcsinálni. Ezért rendkívül fontos, hogy az első napon megértsük ennek a, az én időnek a jelentőségét. Mert azt gondolom, hogy kell, hogy az embernek legyen ideje a saját életére hogyha neked ez fontos, ha fontos az, hogy megváltoztasd az életed, ha kitűzött célul azt, hogy, hogy most szánsz időt arra, hogy rendbe tedd az életed, akkor itt a közösen eltöltött néhány hónap alatt biztos, hogy óriási eredményeket tudsz önmagadban elérni, ami aztán később a külvilágban is megmutatkozik. Pont ezért szeretném, hogyha próbára tennéd már az első nap magad, hogy tudsz-e időt és energiát szállni önmagadra. Úgyhogy arra szeretnélek kérni, hogy ma tölts egy kis időt egyedül. Este, hogyha a család lefeküdt, vagy holnap reggel kelj fel egy fél órával előbb. És fogalmazd meg, írd le, hogy mit szeretnél elérni ezzel a 60 napos programmal, mit szeretnél elengedni ebben a 60 napban. Például írd le, hogy szeretnék magabiztosabb lenni, szeretnék megbocsátani az édesapámnak, vagy szeretnék alkalmassá válni egy, egy megfelelő párkapcsolatra, szeretnék közelebb kerülni az életfeladatomhoz, szeretném jobban szeretni saját magamat, szeretném növelni az önbecsülésemet, szeretnék gyarapodni anyagilag, megszabadulni bizonyos érzésektől, stb. stb. Ezt írd le kérlek a kis füzetedbe, vagy nyisd ki a könyvedet, és akkor a 23. oldalon megtalálod neki a helyet. Nagyon fontos lenne, hogy ma adj magadnak egy kis én időt. Csinálj bármit, amitől jól érzed magad. Vegyél egy illatos fürdőt, vagy sétálj egyet, vagy menj el egy barátoddal moziba, menj el az erdőbe, tedd meg, ami jól esik. Hogyha már az első nap hajlandó vagy tenni magadért, és nem csupán másokra gondolni, másokért élni, akkor nem lesz gond a későbbiekben sem. Ha viszont nehezedre esik, már rögtön ez a feladat, akkor gondolkodj el, hogy vajon miért nem becsülöd eléggé önmagadat. Most ebben a néhány hónapban, amit majd együtt töltünk, én arra kérlek, hogy próbálj egy kicsit könnyedebben táplálkozni, hadd lélegezzen fel a fizikai tested is, ez nagyon nagy mértékben segíti a lelki tisztulást. Biztos sokszor hallottad már, hogy az, hogy milyen lelkiállapotban vagy, az kihat a testedre. De arról keveset beszélünk, hogy amivel tápláljuk a testünket, az is hatással van a lelkünkre. Tehát amikor az ember lelkileg méregteleníti magát, idézőjában, amikor lelkileg tisztul, akkor elképzelhető, hogy testi tisztulást is észrevesz majd magán. De a lelki tisztulást is lehet segíteni úgy, hogy elkezdjük a testet tisztítani, méregteleníteni. Nagyon jó, minél több friss zöldséget, friss gyümölcsöt eszik az ember, minél természetközelibben táplálkozik, nagyon fontos ilyenkor sok folyadékot inni, természetesen a sok vízre gondolok. Tehát ez is nagymértékben segíti a lelki tisztulásunkat. Arra kérlek, hogy ez lehet, hogy egy különös kérés lesz, de majd a végén érteni fogod, hogy mától minden nap tegyél félre némi apró pénzt, egészen addig, amíg ezt a programot be nem fejezzük. Ez lehet. 50 forint, 100 forint, 500 forint, bármennyi, ami a számodra nem megterhelő, csak arra kérlek, hogy ezt ne felejtsd el. Tehát ez is egy ilyen napi feladat, ugyanúgy, mint a megerősítések, ennek később majd jelentősége lesz. Tehát már van két új szokás, amit bevezettünk erre az időre, amire figyelni kell, ez is azt jelenti, hogy teszünk önmagunkért. Majd arra kérlek, hogy keres magadról egy gyermekkori fotót, és tedd bele a könyvedbe ide a 25. oldalhoz, vagy tedd be a füzetedbe, ami bejegyzetelsz, mert a későbbiekben szükséged lesz rá. Hogyha teheted, akkor ragaszd oda a 25. oldalra a könyvbe ezt a fényképet, vagy a füzetedbe. Egyelőre nincs vele más dolgod, csak szedd elő, mert a következő napokban Dolgozni fogunk majd vele. Hát az első nap feladata az nem túl bonyolult, nem túl nehéz, mégis azt kéri tőled, hogy időt és energiát szállj saját magadra. Én ehhez kívánok neked kellemes időtöltést, és rövidesen újra jelentkezem. További kellemes napot kívánok, sziasztok!